Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit! Az elmúlt napokban a személyes és családi élet volt a témakörünk, és ennek most az utolsó részéhez érkeztünk. A mai napon az egyedülállókért szeretnénk imádkozni. Az ehhez választott igevers a 27. Zsoltár 14. része, amely így hangzik. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. Ez a rész egy olyan Zsoltár végén hangzik el, amelyben Dávid nagyon sokat ír a félelmeiről, és azt hiszem, hogy mindannyian tapasztalhattuk már, hogy amikor egyedül érezzük magunkat, amikor magányosak vagyunk, akkor ezek a félelmek sokkal inkább ránk nehezednek. Ez az igevers bátorítás arra, hogy ezekben a helyzetekben Isten legyen az, akit várunk, Isten legyen az, akit remélünk. Gondoljunk a mai napon azokra az ismerőseinkre, akár a gyülekezetben, akár a környezetünkben, akik párkeresésben vannak, elvesztették a házastársukat, családjukat. Gondoljunk ma rájuk, imádkozzunk értük együtt.